Sziasztok! A CD Projekt Red volt olyan kedves, hogy bemutassa nekünk a Cyberpunk 2077 bandáit, amit most együtt átnézünk. Egyelőre 9 bandáról tudunk, de a játék jellemzése alapján rengeteg kicsi és közepes bandáról is szó lehet majd később. Zónákra osztva a 7 fő banda irányítja a várost, és 2 kisebb van, ami a Badlands-en, vagyis a város környékén élő, sivatagos részen tevékenykedik. A Maelstrom az egyik legagresszívebb banda, akik függnek az ilyen cyberpunk módosításoktól és implantátumoktól, teleépítik magukat vele, úgyhogy gyakorlatilag robotos kinézetük van, vagy teljesen kiborgnak néz már ki egyik-egyik tag. Ez viszont jellemző az ebben járó tagok által megkapott cyberpszichózisra, ami azt jelenti, hogy egyszerre túl sok kibernetikus alkatrészük van, és rengeteg program fut a szervezetükbe, ezért gyakorlatilag elveszítik emberségüket, és mindenkire agresszívan támadnak, aki nem a banda tagja. Emberrablások, trancsírozások és alkatrészlopás innen-onnan, attól sem félnek, hogy akár gyerekeket öljenek emiatt. Az Anime az egy agresszív utcai banda, akik állatiasságukról kapták ezt a nevet, hiszen a legelterjedtebb elektronikus módosításukat nem is használják, csak a tiszta izomzatot, és persze az ultratesztoszteront, na meg persze egy kis állati alkatrészeket. Például a ló növekedési hormonát, hogy sokkal nagyobbak legyenek, de nem félnek akár kádakban tenyésztett izomrészeket beültetni saját maguknak. A rendszerük is a bandájuk állatiasan van felépülve, a legnagyobb és legerősebb a banda vezető, és így alakulnak kis csoportokra. Jellemző rájuk a tetoválás és a külső bőr megváltoztatása, a csíkossá, foltossá, de akár állati állkapcsok beültetése is. A Six Street nevű banda gyakorlatilag háborús veteránokból áll, akik belefáradtak a bandaharcokba, és önkéntes rendőrként maguk alapítottak egy bandát, hogy megvédjék önmagukat, és persze tiszteletre méltó becsületes igazságot hozzanak a városra. Ez persze régen elfeledett és ugyanolyan bűnözők, mint bárki más, rabolnak, csalnak, lopnak, és igazából védelmi pénzt szednek mindenkitől. Nagyon hazafias a gondolkodásmóduk, ez az öltözékükre is jellemző, tele vannak csillagokkal és sávokkal. Rengeteget segítenek a rendőröknek, és emiatt a kisebb bajos dolgaikat figyelmetlenül kívül hagyják a rendőrök. A Valentinos az egyik legrégebbi és legnagyobb banda, több mint 6000 fős, főleg latinokban áll, de nem félnek befogadni bármely más rasszból származó embert sem. Ortodox kereszténységhez hasonló régi vonalú kemény maffia családot képviselnek, akik nagyon vallásosak Istent és Szentanyát tisztelik. Náluk a becsület és a vallásosság az elsődleges, ha valaki elárulta a bandát, avval példát statuálnak és megtalálják, ha viszont a bandáért adta az életedet, ő mártírrá válik. A banda óriási létszáma és széles kapcsolati rendszere miatt rengeteg vállalkozása van, ami teljesen tisztán működik, ezeket használják pénzmosásnak. A Voodoo Boys az egyik legmisztikusabb banda, ugyanis nagyon keveset lehet róluk tudni. 2062-ben a globális felmelegedés miatt a tengerszint megemelkedett, és az innen menekülő emberek nyugat felől elfoglalták a luxus apartmanoknak épülő szigetet, amelyet ez a haiti banda uralkodik, olyan szinte, hogy a rendőrök gyakorlatilag be sem járnak ide. A Voodoo Boys a leghírhettebb hackerek csapata, bármit feltörnek gyakorlatilag, de fő céljuk a fekete fal áttörése, ami egy óriási tűzfal, ami védi a világ infrastruktúráját és mesterséges intelligenciáit, amelyek irányítják a rendszereket. A Tiger Clubs az egyik legősibb banda, főként ázsiai tagjai vannak, az emberkereskedelem és a prostitúcióval foglalkoznak elsősorban, jellemző rájuk a yakuza és a triád mafiák viselkedése. Pletykák szerint az Arasaka Corporation tagjai, és gyakorlatilag a cég arra használja őket, hogy ahova legálisan nem tud elnyúlni, oda a bandát veti be. Így a banda nem fél bemocskolni a kezét, de főként jellemző rájuk, hogy üzleti úton rendezik a dolgaikat. Az Arasaka Corporation a legfejlettebb kibertechnológiai és háborús rendszerekhez fér hozzá, így a bandához rengetegszer ad ezekből, ők meg nyerészkednek rajta a fekete piacon. A The Mox az egyik legfiatalabb banda, akkor alakult, amikor 2076-ban a Tiger Claws lerohant egy bárt és megölte annak tulaját, aki teljesen normálisan és lojális működött együtt a szexmunkásokkal. Ekkor alakult ez a kicsi banda, és elsődleges funkciója az, hogy védjék egymást. Így a banda tagjai főleg szexmunkások, anarchisták és punkok. Kis területen vannak, de a kölcsönös védelem miatt áldázan harcolnak egymásért. A két legutolsó banda a városon kívül a Badlands lakosai, az egyik a Wraiths Outlaws, főleg mozgásban lévő banda, gyakorlatilag helyről-helyről mászkálnak, és mindent megtámadnak, ami az úton megy, elsődleges forrásuk konvojok és karavánok. Nagyon agresszívak, de főleg csak kisebb csoportokat támadnak meg. Az Aldecados az egyik legrégebbi nomád banda, területükből és viselkedésből kifolyólag ős ellenségei a Wraiths Outlaws, ugyanis ez a banda foglalkozik inkább a városon kívüli közlekedés biztosításáért, gyakorlatilag kisebb karavánba üzletelnek, persze nem legálisan. Hozzájuk kell fordulnod, ha valamit el akar szállítani vagy csempészni valahova. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, én rengeteg kis bandára és rengeteg meglepetésre számítok még, ugyanis a játék banda jellemzői alapján vannak booster gengek, chromatic metal gengek, combat gengek, cult gengek, drop gengek, family gengek, go gengek, guard
Guardian gengek, Heat gengek, Nihilist gengek, Party gengek, Prankster gengek, Posture gengek és Self-Defense gengek. Ezek a jellemzőik a csapatoknak, úgyhogy ez alapján csak nézzétek meg, hogy némelyik felsorolt 7 banda közül melyik mire jellemző, nagyon sok kombinációt össze lehet még állítani. Én nagyon kíváncsi leszek a város bűnözési mechanikájára és működésére. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál és itt voltál velem, légy szíves, adj egy lájkot, ha tetszett, vagy egy diszlájkot, ha nem tetszett a tartalom, és ne felejtj el feliratkozni és megnyomni az értesítést, hogy később is kapjál értesítést a videókról. Kíváncsi vagyok nektek, melyik banda a legszimpatikusabb. Én szerintem már tudom, hogy milyen karakterrel fogok indulni, de szerintem, hogyha ismertek, akkor ti is nagyjából ki tudjátok találni. Kíváncsi vagyok, hogy bandához lehet-e csatlakozni, mert akkor így már a bandám is meg lesz. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, menjetek vissza játszani.